Az NB3 középcsoport negyedik fordulójában a Dunaharaszti a Dabas Gyont látta vendégül. A látogatók a Kovács Tamás, Sós Márkó, Vasas Attila, Kozma István, Riba Zoltán Dániel, Csepregi Rihárd, Lannert Bence, Mészáros Roland, Borsos Csaba, Nagy Adrián, Szemán Lajos összeállításban kezdték meg a mérkőzést. A Dunaharaszti pedig a Szacskó László, Sejber Bence, Rétsági Ákos, Márton Dávid, Farkas Tamás, Kovács Gergely, Kacsal Norbert, Mészáros Dániel, Szankú Kristóf, Dallos Gábor, Bozsik Viktor összeállításban futottak ki a pályára. A találkozó előtt mind a két csapatnak 3-3 pontja volt, hiszen a miénk két veresége majd egy Pénzügyőr elleni győzelemmel kezdték meg a bajnokságot, így nagy tétje volt a ezen a mérkőzésen megszerzett pontok számának. A találkozót a Dabas Gyon kezdte valamivel aktívabban, rögvest a találkozó elején Csepregi indult el középen, majd a bal oldalon Mészárost választotta, Mészáros pedig egy szép csellel vitte befelé a labdát és középre tette, ahol érkezett volna Szemán, ám őt Szacskó megelőzte és kiütötte a labdát, majd a lecsorgót már Rétsági vágta előre a mezőnybe. Sőt, még ebből egy kontrát is vezethettünk volna, hiszen Szankú jól passzolt középre, de Bozsik előtt elszállt a labda, majd egy Dabas Gyóni szögletet követően Gacsa fejelte ki a labdát, és végül Riba emelte vissza a kapunk felé a játékszert, amit Szacskó a felső lécre ütött, így ebből nem lett nagyobb veszély. Válaszkép Sejber indult el a jobb oldalon, majd ő is jó 35 méterről emelt kapura, ez pedig Kovács tolta a felső léc segítségével a kapu fölé. Néhány perccel később Dallos tekert középre egy szabadrugást, amit Lannert fejelt ki, majd a lecsorgó Gacsal elé került, de az ő lövésébe is sikerült beleállni az egyik védőnek. Aztán végül újból Gacsal tekert középre, amit Mészáros vett át a 16-oson belül, majd nagy erővel az oldalhálóba lőtt. A 25. percben középen szerzett labdát a Dabas Gyon. De végül ezt Dallosnak sikerült megállítani és meg tudta vele indítani Bozsikot a bal oldalon. Bozsik egy szép cserele húzott el Kozma mellett, majd középre tekert. De Vasasnak sikerült menteni a támadónk elől. Aztán a felívelt labdával megindulhatott a Dabas, Szemán passzolt középre, Lanner pedig balal egyből megindította Sóst. Sós betört a 16-oson belülre, és a kifutó Szacskó mellett a rövid alsóba lőtt, így a 25. percben a Dabas Gyon került előnybe. Villámgyors akció volt ez, Szemán szépen passzolt Lannerthoz, Lanner pedig remek mozdulattal indította meg Sóst. Sós elfutott a védőink mellett, nem volt lesen az elrúgás pillanatában, és jobban szép mozdulattal helyezett a hálónkba. Itt látható, ahogy Lannert megindítja Sóst, és ebben a pillanatban valóban nem volt lesen a vendégek támadója. A gólt követően a nagy melegben ivószünettel folytatódott a mérkőzés, és jót is tett ez a frissítés a csapatnak, hiszen rögtön ezután egy helyzetet alakítottunk ki a vendégek kapuja előtt. Farkas tekert középre, Mészáros pedig egyből kapura tűzte, Kovács viszont a levegőben elkapta ezt a próbálkozást, így nem sikerült gyorsan válaszolnunk. Nem sokkal később Dallos ívelt be egy szabadrugást, amit sikerült kifejelnie a vendégvédőknek, de végül a lecsorgó Rétságihoz került, Rétsági pedig a jobb oldalon Sejberhez passzolt, Sejber középre tekert, ott érkezett Bozsik, azonban a labda átvételekor már lesen át, így szabadrugással folytatódott a mérkőzés. Még mindig az első fél időben jártunk, amikor Márton indult meg nagy lendülettel, és Mészároshoz passzolt, végül Bozsikhoz került a játékszer, ő pedig 20 méterről jócskán a kapu fölé lőtt. A játékvezető az első fél idő végén nem hosszabbított, lefújta az első játékrészt.
második fél időt a miénk kezdték meg, és egy megpróbáltunk rögtön az elején egyenlíteni, de ez sokáig nem sikerült. Itt látható, ahogy Márton passzol középen Dalloshoz, majd Dallos a bal oldalra játszotta a labdát, és végül Kovácshoz került a labda, aki kapura is fordult, de Kovácsnak ezt a lövést könnyedén sikerült hárítania. Nem sokkal később pedig Farkas Tamás ívelte előre a labdát, ezt azonban Riba kifejelte, majd végül Gacsa fejelte vissza a labdát, de ez is a Dabas Jónia-ké lett, és újból ők vezethettek egy gyors kontrát, amivel Borsos lódult meg, és ballal a 16-os csücskéből a kapunk mellé gurított. Majd egy szögletet követően támadt egy kisebb zavar a kapunk előtt, de végül Szacskónak sikerült védenie, a visszaívelt labdát pedig Márton emelte ki. Mindez az 59. percben történt. De még mindig támadásban maradt a Dabasgyón, és Vasas tekerte vissza a labdát, de ez a beadás is pontatlan volt, és Récseginek sikerült mentenie. Újabb néhány perc elteltével Landert lódult meg a labdával, majd Csepregihez passzolt, Csepregi pedig Szemán szöktette, Szemán lövését viszont Szacskó védeni tudta. Aztán egy Dabas Gyóni szögletet követően Szacskónak kellett a gólvonal elől hárítania, majd ebből mi vezethettünk egy gyors kontrát. Kovács indult meg a jobb oldalon, és indult el a kapu felé Szankó passzából, majd középre ívelt. Ez az ívelés azonban pontatlan volt, és sikerült védenie a Dabas Gyóni kapusnak. A 67. percben Mészáros indult meg, és mielőtt a 16-oson belülre ért volna, Riba szabálytalanul megállította játékosunkat. A játékvezető ezúttal továbbat intett, és végül a Dabas Gyóniak jutottak szabadrugáshoz, majd a reklamáló Gacsal egy sárgalapot kapott a játékvezetőtől, hiszen ő még az előző esetet vitatta jogosan. Néhány perccel később Szankó egy bedobás után fordult volna kapura, és végül Kovácshoz passzolt, Kovács pedig kijátszotta a labdát Dallosnak, Dallos egyből középre ívelt, ahol érkezett Bozsik, a fejesét azonban Kovács lehúzta. A 75. percben Récsági indította el a jobb oldalon Mészárost. Mészáros egyből középre ívelt, kifutott Kovács a kapujából és érkezett Bozsik is. A két játékos ütközött a levegőben, a játékvezető pedig egyből a 11-es pontra mutatott, hiszen Kovács szabálytalanul állította meg Bozsikot. Az esetnél mind a két játékos megsérült, hiszen Kovácsot nem sokkal később le kellett cserélni bokasérülés miatt, Bozsik pedig ugyan végigjátszotta még a találkozót, de mint utóbb kiderült, két csont is letört a gerincéről, így ő rá is egy 4-5 hetes felépülési idő várható. Itt látható az eset, Bozsik elfejelt a labdát, Kovács pedig beleütött játékosunkba, így a 11-es jogos volt. A labda mögé Mészáros állt, és nagy erővel középre lőtte a játékszert, amit Kovács nem tudott hárítani, így a 77. percben 1-1-re módosult a mérkőzés állása. Egyenlített Mészáros Dániel. Hele Haroszti! Mindenben! Látható, hogy Kovács elugrik a bal oldalra, Mészáros pedig visszalövi a helyére, Kovács pedig már nem is tudta folytatni a mérkőzést a helyére. A cserekapus Gecse Gyula állt be. Néhány perccel később a Dabas Gyón jutott szöglethez, de ebből nem volt nagyobb veszély a kapunk előtt. Igaz, a lecsorgó labda még a vendégek játékosai lett, mivel Lanner tudott megindulni, és jól passzolt Szemánhoz. Szemán visszatette a játékszert Lannertnak, Lanner pedig bepasszolt a középre, ott érkezett volna Borsos, azonban ott megelőzte Farkas Tamás, és szögletre tisztázott a Dabas Gyóni támadó elől. Aztán még mindig a Dabas Gyóniek támadhattak volna, ám Csepregi eladott labdáját követően mi indulhattunk meg, egészen pontosan Kaiser,
aki erről az utolsó védő hazaemelte a játékszet, Kajzer pedig továbbfutott a feljelmentő Gecse felé, aki végül érthetetlen okból megfogta a labdát. Ugye a játékvezető jogosan az ötös sarkából közvetett szabadrugást ítélt csapatunk számára. Ezt a pontrugást ugye le kellett gurítani, amit rétsegített meg és Gacsal lőtt kapura, azonban az utolsó védőről kifelé pattant a labda, így nem tudtuk megszerezni a mérkőzés legvégén a győztes gólt, sőt még a dabasdóniak kontrázhattak ebből az akcióból, mivel Lannert indult volna el, de Gacsalnak sikerült menteni előle. Aztán már a ráadásban jártunk, amikor szabadrugáshoz jutott a dabasdón, de ez a szabadrugás sem tartogatott nagyobb veszélyt a kapunk előtt, hiszen ugyan ide-oda pattogott a labda, de már közben kint volt, hogy a játékvezető lefújta a mérkőzést, amely végül igazságos 1-1-es döntetlennel zárult. Legközelebb pedig a Dunaharaszti majd szeptember 11-én vasárnap játszik hazai pályán, akkor a szintén újonc mékkeréket látjuk vendégül 16:30-tól.